A szamosújvári örmény közösség július 12-e és 14-e között tartja meg első ízben az egykori Armenopoliszban a Nur Folk Festet, amely különböző országok örmény kisebbségi néptánc csoportjait gyűjti, összesorakoztatja fel. Bulgária, Franciaország, Belgium örmény kisebbségi néptánc csoportjait láthatja a nagy közönség, de Örményországból is jönnek fellépők. Szóval Szamosújvárt a hétvégén visszafoglalják az örmények. A részletekről a szervezőt, Urszán Esztegár Erikát kérdezem, akivel Zoom kapcsolatban vagyok. Szervusz, Erika! Szia! Tehát, de azt hiszem, hogy kicsit sem túloztam, amikor azt mondtam, hogy a hétvégén visszafoglalják az örmények Szamosújvárt. Nagyon-nagyon sok ország örmény kisebbségi néptánc csoportja jön. Beszéljünk egy picit arról, hogy honnan az ötlet. Igen, hát az ötlet, a fesztivál ötlete maga az nagyon rég volt megszületve, legalább 15 éve azt hiszem. Ez, hogy ilyen táncfesztivál lett belőle a végén, mert végül is a legtöbb, aki részt vesz, az társcsoport, örmény társcsoport, ez tavaly született meg, amikor tárgyaltunk a bukaresti táncsoport tanárnővel erről a fesztiválról, és ő mondta, hogy ők is sok helyre voltak meghívva, és ideje lenne ezeket a csoportokat visszahívni Romániába is. És akkor született ez az ötlet, hogy hát mi lenne, ha Szamosújváron csinálnánk egy ilyen hatalmas fesztivált, ahova meghívjuk a sok külföldi táncsoportot is. És akkor így kerül majd hozzátok a hétvégén, hát Bulgária, Franciaország, Belgium, hogyha jól tudom, csak hármat soroljak fel közülük, de azért a romániai nép és más néptánc csoportok is fellépnek, hogyha jól tudom, azért lesz magyar néptánc és román néptánc is. Igen. Beszéljünk egy picikét még arról, hogy mit ad ez a Nur Folk Fest a néptáncon kívül. Vannak még esetleg alternatív programpontok, amire csatlakozhatnak az érdeklődők? Hát persze lesz a központi téren, Kisparkba, a templom előtt ilyen sátoros rész, ahol bizonyos örmény eredetű dolgokat elárusítanak, vagy kiállítanak. Ez elkezdve örmény, az ismert örmény Marlinka tésztáról, az örményországi ezüst ékszerek, ezek elárusítása, pedig mondom, tehát kiállítás is, fényképkiállítás, ez a régi város fényképek, valahogy ugyanazon a helyen a mostani fényképekkel, egy kis történelemmel alatta, persze szőnyeg kiállítás, más ékszerek kiállítása, gyerekeknek is lesz pár érdekes dolog, ilyen arcra festés, meg különböző szórakozási lehetőség. Tehát fesztivál hangulat lesz mindenképpen Szamosújvár központjában. Beszéljünk egy picit arról, itt az előbb a nézők a fotókon különböző örmény népviseleteket láthattak. Most ugye, hogy több helyről jönnek fellépők, néptáncosok, nagyon különbözik a népviselet? Különböznek a motívumok? Mi az, ami egyforma esetleg, mi az, ami nagyon-nagyon eltér? Hát a táncsoportokon, ami látható, az általában persze örmény motívumos ruhák meg minden, de nem kimondottan a tradicionális néptánc ruhák. Mert persze a táncoknál egy kicsit módosítva vannak, tehát ezek ilyen, nevezzük úgy, színpadi ruhák. De ellenben lesz egy divat bemutatónk is a programon belül. Az örményországi ismert Térián divatház lesz itten, aki majd bemutat tehát igazi, valós örmény népviseletet, tarászt, ahogy nevezik örmény. Tehát, hogy Örményországból is lesznek, nem csak néptáncosok, hanem ezek szerint a... Igen. Az örmény népi divatot is elhozzák ide Szamosújvárra. Az érdeklődők azon kívül, hogy elmennek, megnézik a divat bemutatót, rácsodálkoznak az örmény ételekre, italokra, és így tovább, akár
táncra is perdülhetnek? Megtanítjátok őket az örmény néptánc lépéseire, vagy hogyan képzeljük el? Igen, hát ezt úgy terveztük, ez most mondjuk egy kicsit meglepetés kellett volna legyen, de most elmondom. Vasárnap, mint zárás, egy nagyon érdekes program lesz, azt nem mondom el, mert az meglepetés, de a végén az a színpadra, és a színpad előtt a közönséget is lépjen be, egy pár lépést megtanuljon velünk együtt, és ott táncoljon velünk együtt. Mikor és pontosan milyen időpontokban zajlanak ezek az események? Picit konkrétan is beszéljünk magáról a programról. Igen, hát maga a sátoros rész az eladással és az expozíciók az reggel 10 órától este 10 óráig lesznek, és a színpadi előadás az 5 órától kezdődik este 10 óráig. Mind szombaton, mind vasárnap? Igen, szombaton és vasárnap ugyanaz a program. És bizonyára felmerül a nézőkben az a kérdés is, hogy ugye azt mondjuk Szamosújvárra, hogy a volt Ármenopolisz, hogy Szamosújvárt örmények alapították valamikor réges-régen, hogy manapság hogy áll az örmények lélekszáma Szamosújváron? Hányan vagytok, mit lehet tudni rólatok, mennyire tart össze ez a közösség, és hát ti vagytok valójában ugye a kovász, akik próbáljátok összetartani őket. Hát igen, sajnos már elég kevesen vagyunk, nem mind annak idején, akkor csak örmények voltak. Most körülbelül olyan 200 család körül lenne, de nem mindenki tartja magát örménynek, tehát nem mindenki mondja ezt, hogy én örmény vagyok. Ami mondjuk nagyobb közösség most jelenleg az, az mi az örmény az UAR-on belül van, tehát ez az Unión Arménilor din Románián belül van. Ez persze a tánccsoport, amiből mondjam negyede örmény eredetű a gyermek, a többi pedig nem, de szívesen táncol. És persze ezeknek a fiataloknak a szülei is hozzánk tartozik, és együtt próbálunk minél több mindent csinálni, tehát vinni a hírét annak, hogy itt vagyunk még mindig Szamosújváron, és még vagyunk, nem maradt csak pár ember. És ugye én magam tudom azt, és hát hogyha a képeket visszaadják a kollégák, ahol örmény kajákat is láthatott a néző az előbb, hogy azért Szamosújváron még mindig készítetek például hurutot, vagy fülecskét, ugye a fülecskés leves, tehát hogy azért megmaradtak még olyan gasztronómiai hagyományok, amire azért építeni lehet. Igen, Szamosújváron tehát megmaradt ez a gasztronómiai hagyomány, sőt, nem csak az örmény családokban, tehát én nagyon sok román családot mondjam, hogy ismerek, akik csinálják a hurutos levest, az ágácsábú levest, esetleg nem is tudnak róla, hogy az örmény eredetű étel, de megtanulták a nagymamától, a nagyszülőktől, és ezt otthon mind akármilyen étel használják. Máskülönben most újra megjelent Szamosújváron a marlenka tészta, ami örmény tészta, annak mondjuk a receptje eléggé elveszett egy időben, mert elég komplikált a receptje van, elég nehezen lehet csinálni. De nyílt egy új cukrászda a Szamosújváron, aki megszerezte az originál receptet, és például most a fesztiválon ott lesz, és lesz elárulása ennek a tésztának is. Tehát újra behozta, felélesztette ezt a receptet, ezt a tésztát Szamosújváron. Ilyenkor összefog az ország örménysége, hogy így kérdezzem, és eljártok egymás fesztiváljaira, hogyan fog össze, amíg maradék örmény Romániából? Igen, ez úgy szokott lenni, hogy persze meghívott küldünk minden részébe az országnak, az örményeknek, és meg szoktak jelenni. Az idén egy picit komplikált lesz, megmondom az igazságot, mert egy picit egybeestünk a kolozsvári fesztivállal együtt, tehát a szombati nap az egybeesik, de mi úgy próbáltuk rendezni, hogy nekik is jó legyen, nekünk is jó legyen, mert például a mi csapatjaink külföldről szombaton bel lesznek Kolozsváron délelőtt, egész nap város látogatni, együtt lenni a kolozsváriakkal,
Sőt, tőlünk társcsoport, akit mi hívtunk meg, az szombat este Kolozsváron fog fellépni, és ez ugyanúgy fordítva. Tehát vasárnap, akik Kolozsváron voltak, azok mind itt lesznek Szamosújváron, és a társcsoportjaik itt fognak nálunk táncolni Szamosújváron. Tehát valahogy próbáltuk összehangulatozni az egészet, hogy mindenhol sokan legyünk, és mindenkinek sikerüljön, elmenjen mindenhova. Mert hogy ez a fontos, ugye, hogyha a rendezvényt megszervezitek, akkor mindenki részesülhessen belőle. Tehát így, ahogy mondtad, ugye ezen a hétvégén Kolozsváron is Örményudvar Fesztivál, Szamosújváron pedig a Nurfol Fest, szintén a örmény népzene és néptánc a fesztivál. Még egyszer a helyszínt légy szíves említsd meg, és hogy esetleg plusz információkért a nézők hová kattinthatnak. Tehát a helyszín az a város központja, a kis parkkal együtt, amelyik az Örmény templom előtt van, tehát ez a piaca, ez a piaca centrál Szamosújváron, az Örmény templom előtti kis parkkal együtt, és több infókért be lehet lépni a Facebookra, létezik oldalunk, Nurfol Fest oldal, és ott minden adatot meg lehet kapni. Köszönöm szépen, Urszán Esztegár Erika, hogy bekapcsoltál az Erdélyi Figyelőbe, és hogy meghívtad a nézőinket is erre a fesztiválra. Reménykedem abban, hogy sokan leszünk, mind a kolozsvári, mind a szamosújvári eseményen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.